a Hargita alján lakom én. Az volt vize füzes partján, az adag peremén. Ottan áll egy kis lakocska, szívem oda vágyik vissza. Előzött a sors engem, haza mennék, de nem lehet. Csak haza várva sírni tudok én. Üldöz a sors évek hosszánál, üldöz engem a természet, mint vándor madár. Ó, te szépséges Hargita, miért csalogatsz, miért hisz vissza? Előzött a sors engemen, hazamennék, de nem lehet. Csak haza várva sírni tudok én. 1995-ben sikerült a Csíksomlyói Baba Mária jó voltában ezt a területet megvásároljam egy idős bácsitól, és mondhatom székelyesen, ilyen kalákából épült fel az egész vendéglő. Csíkszeredai vagyok, amúgy csíkzsögöti. Későre született gyermek vagyok a családban. A bátyám a családjával itten él Vecsésen. A édesanyám 85 éves. Mielőtt kijöttem volna Magyarországra, a jégkoronggal foglalkoztam, nálunk úgy mondják hokiztam. Hát nálunk Székelyföldön, Csíkszeredában szerintem 98% a gyerek, az mindenki megpróbálja a jégkorongot. Én is megpróbáltam, és hát sikerült elég. Ez sok éven át a bukaresti csapatnál játszottam, és 91-ben egy szerződést kaptam az újpesti Dózsától, az UT-től, a mostani csapat, és akkor ide jöttem át egy 5 éves szerződésre, ahol úgy sikerült, hogy egy másfél év után ott mondhatom, hogy ott hagytam a jégkorongot, és belepróbálkoztam az üzleti életbe, mint Kőbánya Kispest metróvégállomásnál zöldséges lettem. Zöldséges üzletem volt, vegyes üzlettel, és itt egy idős bácsinak a háza volt, ez több mint 100 éves ez a ház. Elemér bácsinak hívták, még emlékszem, az üres rekeszeimet itt tároltam nála, és jött volt egy ilyen ötlet, egy kérdezés, hát nem adná el a házat, mi lesz vele, minden, hát egy szem lánya volt. Sors úgy hozta, hogy össze is jött az üzlet, sikerült megvásárolni. Hát akkor még egy évet így állt az egész terület, nagyon elhanyagolt volt, a bácsi is idős volt, vagy 96-7 éves. Akkor jött az ötletem, hogy ide kellene nyitni egy ilyen erdélyek, kimondottan egy székelyeknek való törzshelyet. És akkor nagyon jó barátságok voltak, barát, akik tényleg vendéglátósok voltak, és sikerült, hogy ezt a kis vendéglőt megcsinálni, és akkor meg is nyitottuk a vendéglőt. Hargitai fecske madár, hosszú útra készül. Nem hagyja el pici fészkét, könyvhullatás nélkül. Én is úgy elmennék, messzi tájra. A szívem a Hargitáért, oly nagyon ne fájjál. Én is úgy elmennék, messzi tájra. A szívem a Hargitáért, oly nagyon ne fájjál. Abban az időben nagyon sok vendéglő volt, ilyen székely, több helyen volt ilyen, úgy mondják, Erdélycsárda, Budaörsön, Budafokon volt. Még a matroszcsárda is volt, amikor én jégkorongoztam a Dunánál, hát több volt, több helyen volt, és akkor nekem is egy ilyen ötletem támadt az egészből.
Azok az ételek, amiket én fontosnak tartottam, hogy ebbe a székely, Bújdosó székely csárdába be kell tegyük, Bújdosó székely vendéglőbe. Hát a levesekből felsorolnám ezt a, ami kimondottan otthoni márifalvi tárkonyokat is onnan veszem a piacról, és finom tárkonyos pityókaleves, egy finom székelygulyást. Igaz, hogy a micset, ami az nem a mi eredetünk, de hát na, sajnos Székelyföldön is nagyon el van híresve, mert itteni ember is, ha kimegy a csíksomlyói búcsúra, a pünkösdire, hát ott lát, ott mindenki a micset meg akarja kóstolni. Na de hát a székember, amilyen az igazi húsos ember, hát ez a jó flekken, az igazi, hogy a székelyek otthon mondtuk, az a lájbi elő, az ami is abból több mindent előállítunk. Hát itt nagyon kiemelném elsősorban a feleségemet. Hát ő is fogott neki előre, ő készítette az ételeket, és mondhatom, nagyon jó ízlelő bimbóval, mert mindenkinek nagyon-nagyon ízlett a főztje. Most már nem ő csinálja, vannak szakácsok, egyik egy csíkszeredai srác, a másik ő egy itteni vidéki Balatonfüredről, és most már, de csak kimondottan székely ételeket készítünk. Hát nem is kimondottan, de 80-90%-ban azt készítjük. Ne bántsatok soha engem, én a szidást nem érdemlem, nem tudok más lenni, mert akinek a szíve fáj, éjszaka is mulatni jár, nem lesz abból semmi. Szeretem a cigány zenét, az italból sosem elég, rohanok e szürke fényes elmúlás elébe. Éjszakáról éjszakára elhúzatok a csárdából, vége. Vasalbert esteket szoktunk szervezni, akkor van egy marosvásárhelyi, itt élnek a fiúk kint Budapesten, úgy hívják Székely Vér, ők Tamási Áron verseket dolgoznak fel, itt szoktak fellépni, ismerős arcok voltak most január közepén, egy alkalommal jöttek volna, de olyan sokan voltak, mivel a befogadó képesség itt télen olyan 150 ember tudunk leültetni, így péntek, szombat két napon át kellett megcsináljuk, és telt ház volt. A vendégek azok általában Erdély, a zöme Erdély és székely emberek, és most már mondhatom, ilyen jó magyar emberek is itt, akik szeretik a magyarságot, akkor már azokból is nagyon sokan felkeresik a vendéglőt. Aki már egyszer kijárt Erdélybe, Székelyföldön, és hallott erről a vendégről, eljön és megnézi, és ahogy visszahallásokat hallok, hogy nagyon meg vannak elégedve, jól érzik magukat. Itten, amit látunk, az összes Csaba Királyfi, Attilát, és ezt mondhatom, egy magyarországi, budapesti, soroksári srác, Kányi Józsefnek hívják, és ez mind az ő művei, sajnos ő még soha nem járt Székelyföldre, de ezeket mindent, amit itt, amit látunk, és festmény, írások, jó, voltak sok írás, amit én adtam, ima a székely népért, vagy még benn is van, de például az Árpád imája, a hadakútján, vagy ezeket mondjuk volt, amiket már ő hozott nekem, és voltak elképzeléseim, ő meg azt megvalósította. Amikor a Bújdosó székely 2007-ben 10 éves volt, annak a tiszteletére csináltattam az egyik kópiafát, arra rá is van írva, hogy az elbújdosott székelyek emlékére. A másik kópiafa, jól emlékszek, 3 évvel ezelőtt a Mártonáron gimnáziumban elhunyt tanárok emlékére. Azt minden évben, amikor ez van, ez az összjövetel, jönnek Ausztriától, Németországból, több egész Magyarországról, a 25 éves diáktól, mondhatom a 90 éves vindiákig itten 100-150 ember eljön erre a napra, egy szombati nap. Jól érzik, elbeszélgetnek, nekem is nagyon-nagyon jó érzés, és azt a második kopiafa úgy született meg. Ez a telek egy olyan 800 négyzetméter, hát már a bővítésre nagyon nincsen lehetőség, de esetleg majd fölfele, hogyha ha úgy alakul. Mindenféleképpen egy ilyen csak kimondottan székelyterre, egy kőből, fából szeretnék egy ilyen panziót. És
mellettem van egy telek, önkormányzati telek a vendéglő mögött, azt szeretném oda, egy Székely-szigetet szeretnék, hogy a kispesti és környéke való iskolás gyerekek, aki nem tud elmenni Székelyföldre, tudja meg, ki volt Tamási Áron, Benedek Elek, ki volt Gábor Áron. Ugyanúgy a Kányi már itt volt, és már neki csinált is egy kis vázlatot, hogy mit lehetne oda megvalósítani. Egy szép, megmondanom, már nevit is kitaláltam, mit szeretnék. Egy Székelyország tündérkertjét szeretném oda megvalósítani. Aztán nagyon sok függ az önkormányzattól, hogy megkapnám bérbe, telket. Egy szép, gyönyörű Székelykapuval szeretném megnyitani. Ez már mondjuk még a jövő titka, de most már ezen dolgozgatok. Akkor sírassad a fejben, ha majd ott benn a szívedben elfogynak a lótán. Szomorú lesz oly kietve, mint a sötét őszi kertben a helvaló rózsát. Hadd menjek én felelésbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy csonka kőre ezt a csekély pársot. Élt egyszer egy holdus szegény, dalos hajtú nótás legény, kár volt érte, kár volt. Egy gyerekünk van, az is lány, most már a 17. éves, de hát eddig nagyon bíztam, hogy ő tán tovább szeretné vinni, de ahogy most már látom, nagyon nem tudom miért, egy kicsit a vendéglátástól, ahogy kezd el, most teljesen más profilba akar rá átmenni. Hát majd ez a jövő titka, nem tudom. Én amíg egészséges, amíg úgy érzem, hogy egészség van, meg tényleg a feleségem hozzáállásával, addig ezt mi szeretnénk csinálni, nem kiadni semmi, ezt csak mi szeretnénk bővíteni, meg mindent meg szeretnék tenni, mert most hál' Istennek jó magyar emberek kezdtek idejárni, akik kijárnak Erdélybe is, tenni a Székelyföldre, tenni akarnak a magyar, a székelyekért. Csak azt tudom üzenni minden székely embernek, székely testvéremnek, aki otthon van, hogy én szeretettel várom, aki Budapestre érkezik, és most jönnek olyanok, akik itt leteszik a magyar esküt, hogy hál' Istennek megérték, hogy megint magyar állampolgárok lehessenek. Nagyon szeretettel várok mindenkit, hogy eljöjjön és megkeresse a Bujdosó Székely vendéglőt Kispesten. Köszönöm szépen! Akkor sírassad a fejben, ha majd ott benn a szívedben elfogynak a lótán. Szomorú lesz oly kietve, mint a sötét őszi kertben a helvaló rózsát. Hadd menjek én felelésbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy csonka kőre ezt a csekély pársot. Élt egyszer egy holdus szegény, dalos hajtú nótás legény, kár volt.